62 000 látogatót fogadtak fél év alatt. Negyedik Mecsek szalon kiállítás, 30 fotó a Tudásközpontban. Olimpiára szeretne kijutni Pocsón Réka súlya előtt. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják január 10-én kedden, tartsanak velünk! Fél éve működik a Pécs Pont a város főterén. A turisztikai információs irodát és a Baranyai megye székhelyet népszerűsítő beruházást 145 millió forintból alakították ki. Pécs kiemelt célja, hogy a várost és az általa nyújtott turisztikai látványosságokat, illetve más szolgáltatásokat minél több ember ismerje meg, mely által a város idegenforgalmi bevételei is növekedhetnek, mondja a Pécs Pontról a város polgármestere. A Pécs Pont megnyitóján készültek ezek a felvételek még tavaly júliusban. Azóta kiderült, hogy óriási szükség van erre az infopontra. A tavalyi évben összesen 62 000 vendég kereste fel az irodánkat. Ennek a körülbelül 60%-a az év második felében érkezett, tehát ez egyértelműen jelzi ennek a növekedését. A keresett termékek közül a legjobban az új fejlesztésű Pécs szuvenír termékeink fogynak, például a hűtőmágnes, a ceruza, a magas háztermékek. De árulnak itt Pécset népszerűsítő pólókat, táskákat, illetve használati tárgyakat is, valamint könyveket, kiadványokat, belépőjegyeket. Pécs polgármestere azt mondja, minden olyan városban működik ilyen színvonalas infopont, amelyik ad magára, és fontosnak tartja a turistákat. Azt még nem tudni, bővítik-e a Pécs pontot. Egy év sem telt el, tehát nem tudunk azért hosszú idő szakra visszatekinteni. Jók a visszajelzések, tehát a pozitív visszacsatolás megvan. Attól függően, hogy milyen igények lesznek, lehet gondolkodni a bővítésen. Én nem bánnám, hogyha erre tudnánk sort keríteni, de ez majd akkor fog megvalósulni, ha tényleg látjuk, hogy milyen igények vannak és milyen irányba fejlődnek ezek a fajta igények, turisztikai igények, akkor többet tudok erről majd mondani. Összesen 145 millió forintból alakították ki a Pécs pontot a Városháza aljában. Tavaly az adventi időszakban az ajándéktárgyak és a belépőjegyek eladásából közel 2 millió forint bevételük volt. 2017. január 1-től jelentős szervezeti feladat és hatáskörű változások léptek életbe a kormányhivatalokban és azok járási hivatalaiban. A Pécsi Járási Hivatal megyei illetékességgel látja el január 1-e óta például a rehabilitációs igazgatási feladatokat, a családtámogatási feladatokat, a földművelésügyi vadászati, halászati, erdészeti, a növény- és talajvédelmi feladatokat, továbbá a közlekedési és útügyi igazgatási, a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzésekkel összefüggő, vagy a környezet és természetvédelmi tevékenységeket, valamint a mérésügyi feladatokat. A jogi segítségnyújtással és áldozatsegítéssel járó, valamint egyes fogyasztóvédelmi és köznevelési feladatok a hatásköri változások eredményeként ezentúl valamennyi járási hivatalban intézhetők lesznek. Az elmúlt napok dermesztő hidege, a mínusz 10-12-14 fokos hőmérséket nem csak az emberi szervezetet, háziállatainkat és a hajléktalanokat viseli meg, hanem bizony a vízmérőket, a vízvezetékeket is töri, megfagyasztja. Ebben a témában vendégem Csöngei Adrián, a Tetyeforrás ezért is sajtóreferens. Nagy szeretettel köszöntöm. Köszöntöm a nézőket. A hétvégének mi lehetne a mérlege? Hát mondhatjuk, hogy rendkívüli a helyzet, hiszen szombat hajnal óta folyamatosan érkeznek a bejelentések elfagyott vízmérőkről, vezetékekről a diszpécser szolgálatunkhoz. Mostanra már több száz hívást fogadtunk. Szerencsére ezeknek az eseteknek egy jó részében egyszerűbben orvosolható a probléma, tehát a szakemberek telefonos útmutatása alapján a lakosok maguk is szerelő bevonása nélkül kiolvasztották a kisebb jégdugókat, viszont mintegy 140 eset sajnos maga a vízmérő is elfagyott, ami rendkívüli mérőcserét tesz szükségessé. A másik, hogy ennél jóval magasabb lehet az eseteknek a száma, hiszen különösen veszélyeztetettek a télen nem lakott ingatlanok, hétvégi telkek, kertek, ahol a tulajdonosok általában csak jóval később van olyan, hogy akár tavasszal mennek ki ellenőrizni a mérőaknát, és olyankorra akár akkor szembesülnek vele, hogy mondjuk egy eltört csövön több száz köbméternyi víz is elfolyhatott. Mindig ilyen extrém hideg volt
Milyen volt mondjuk a tavalyi télhez viszonyítva most? Mennyire rendhagyó ez most a... Ez abszolút rendhagyó. Utoljára 5 évvel ezelőtt fordult elő ilyen, 2012. februárjában, amikor mínusz 20 fokot mutattak a hőmérők, akkor fagyott el egyébként egy 120 mérő, de ez azt jelenti, hogy a mostani az még ezt is túl szárnyalja. Ugye ez a szeles, hó nélküli időjárás, ez a szokottnál is nagyobb kockázatot jelent a mérőkre és a fagynak kitett vezetékekre, hiszen elég egy félrecsúszott aknafedlap, egy törött pince ablak, vagy nyitva maradt ablak, és már is elfagy a mérő. Tehát ez a mostani extrém hideg, ez a megszokottnál is nagyobb körültekintést és több óvintézkedést követel meg a tulajdonosoktól. Ugye azt sokan még most is nem tudják, hogy a fagyvédelem a házi vízhálózaton és a főmérőknek a fagyvédelme is, ez mindig az ingatlan tulajdonosnak a kötelezettsége, a törvényben előírt kötelezettsége, és bizony az érdeke is, hiszen ennek az elmulasztása ez esetenként súlyos költségekkel járhat. Például egy elfagyott vízmérőnek a rendkívüli cseréje, az bizony 23 ezer forint, és pont tegnap találkoztunk egy olyan esettel, hogy egy mérőaknában 3 mérő elfagyott, úgyhogy a tulajdonosnak legalább 70 ezer forintjába kerül ezeknek az óvintézkedéseknek az elmulasztása. Ezek a problémák külső helyszínen jelentkeznek, de lakáson belül, a lakásban miről veszük észre mi magunk, ha gond van? Hát az első figyelmeztető jel, hogyha nem folyik víz a csapból, vagy éppen csak alig-alig csepeg, ilyenkor mindig ellenőrizzük, hogy nem a mérő elfagyása okozza a problémát. Az biztos jele a mérőfagyásnak, hogyha szilánkosra tört mondjuk az üvege, vagy a számláló szerkezete eldeformálódott. Ebben az esetben kérjük az ügyfeleket, hogy hívják a Tettye Forrásház ZRT diszpécser szolgálatát a 724-21-799-es telefonszámon, és a kollégáink elmondják a szükséges tudnivalókat. Hogyha még nem tört el az üveg, tehát egyszerűbb esetekben, akkor a lakók maguk is valószínűleg orvosolni tudják a problémát egy lassú, körültekintő felmelegítéssel, viszont nagyon fontos, hogy ilyen esetekben se próbálkozzon senki nyílt lánggal, hiszen ez a hő ez szétvetheti a mérőt, vagy akár magát a vezetéket. Lenne még valami, amire érdemes lenne felhívni a lakosság figyelmét? Hát az nagyon fontos, hogy akinél korábban már előfordult elfagyott vízmérő, az most mindenféleképpen gondoskodjon a mérők és a vezetékek védelméről, hiszen a héten találkoztunk olyan esettel, ahol egy héten belül már másodszor, tehát a második vízmérő fagyott el. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen. Hét ajánlattételi szakaszban lévő és 8 első fél évében kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás jelzi, hogy élesbe fordult a Modern Városok program keretében megvalósuló egyetemfejlesztési program. A Modern Városok program részeként 24 milliárd forintnyi forrás nyílt meg a Pécsi Tudományegyetem számára, amelynek deklarált célja az egyetem versenyképességének javítása, a hallgatói létszám növeléséhez szükséges infrastruktúrális feltételek biztosítása, a felsőoktatás minőségének javítása és a külföldi hallgatói létszám növelése. A program nagy kihívása, hogy az egyetem modernizációját a térség és gazdaságfejlesztés kihívásainak megoldásával együttesen próbálja megvalósítani. A tudásközpont ad helyet a 4. Mecsek Szalon fotókiállításnak. A Mecseki Fotóklub által létrehozott szalon most éves kiállítási anyagából válogat. 30 alkotó, 30 képet árul a nagyközönség elé. A klub készül a 60. jubileumi évre is. A Tudásközpont emeleti előcsarnokában 30 kiváló alkotást tölti meg a paravánokat. Ezek a fotók az idén 60 éves Mecseki Fotóklub tagjainak munkáit dicsérik. Tillai Ernő művészeti vezető 59 éve tagja a klubnak. A fényképezésen kívül előadásokat is tart, például esztétikából. Szívesen veszek részt a kollégák munkájában. Engem ilyen művészeti vezetőnek alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy fél évenként egy vagy két előadást tartok esztétikáról, fotográfiáról vagy más művészeti ágaknak a problémáiról. Két alkalommal elnöke voltam a klubnak, most pedig hát ilyen tiszteletbeli örökös elnöke vagyok, ami azt jelenti, hogy illik minden alkalommal megjelennem és mindenben részt vennem. Ez azonban néha már egy kicsit fárasztó, de azért szívesen csinálom, mert
ez a társaság együtt a baráti társaság is. A klub keretein belül negyedik éve működik a Mecsek Szalon. Évente megrendezett tárlatuk során legújabb, illetve valamilyen szempont alapján válogatott képeik kerülnek bemutatásra. Idén nem voltak korlátok közé szorítva, mindenki szabadon dönthette el, mit ad be a szalon kiállítására, mondja Hámori Gábor elnök. Amikor megalakult a Mecsek Szalon rendezvénysorozat, akkor az első bemutatónk mindig a Mecseki Fotóklub saját galériájában, a Civil Közösségek Házában tartja az első bemutatót a klub. Utána a következő hónapokban a Tudás Központban a nagy világ elé, a széles közönség elé is elhozzuk az anyagot. Úgyhogy ezt most már mondhatjuk, hogy egy teljesen pozitív, jó hagyományunk. Tehát a nagy közönség számára itt mutatjuk be, családiasan pedig a Mecseki Fotóklub galériájában a Mecseki Fotóklub tagjainak képeiből készült kiállítás. A tárlat kiváló keresztmetszetet ad az előző évek munkáiból. A képek kivitelezése akár szembarátnak is nevezhető, kiváló minőségben, mat felülettel rendelkeznek. Legközelebb január 20-án a Cella Szeptikórában találkozhatunk a klub munkáival, amikor is a jubileumi év jegyében nagyszabású évindítót tartanak. A Zsolnai Fényfesztivál nyerte el az év eseménye kategóriában a Made in Pécs díjat január 6-án. A Made in Pécs városmagazin minden évben összegzést készít az esztendőről, és több kategóriában Made in Pécs díjra jelöl értékes és fontos helyi kezdeményezéseket. Január 6-án a Made in Pécs díj átadóján a labdarúgó Európa-bajnokság tematikája mentén összeállított frappáns műsor keretében hirdették ki a nyerteseket. Az év eseménye kategóriában a szerkesztőség által alkotott 5-tagú zsűri választása azért esett a Zsolnai Fényfesztiválra, mert rendkívül sikeres, előremutató városi rendezvénynek tartják. Kocsor Réka két sportágban is sikert sikerre halmoz. A pécsi lány súlyemelésben és erőemelésben is meg szeretné dönteni a felnőtt országos csúcsot idén. Legnagyobb álma azonban az, hogy hazánkat képviselhesse az olimpián. A 19 éves Kocsor Rékát már amikor még csak első évét töltötte a juniorok között, behívták a felnőtt válogatottba is. Azóta is rendszeresen versenyez a nála idősebbek között. Súlyemelésben és erőemelésben is élen van a pécsi lány. 2013-ban kezdtem a súlyemelést, ahol többszörös országos csúcsot tartok, mint saját korcsoportomban, mint a felnőttben. Válogatott versenyző vagyok, és 13-ban párhuzamosan elkezdtem vele az erőemelést, ahol ugyanúgy többszörös országos bajnoki címet szereztem, mint a korcsoportomban, mint felnőttben. Réka mindkét sportágat szereti, de a súlyemelésben több lehetőséget lát, hiszen a célja az olimpiai szereplés. Igazából én judoztam 2 évet, ahol volt egy térdsérülésem, és utána apukám levitt a súlyemelőterembe, ott meg igazából felemeltem kapásból a 40 kilót, és hát mondták, hogy akkor, és igazából így lejártam a terembe, úgy egyre jobban megtetszett, és utána megláttam a tévébe, meg nézegettem interneten, és láttam az erőemelés gyakorlatait, mondom, hát miért nem méretetem magam benne. Ahhoz, hogy Réka súlyemelő olimpiai reményei valóra váljanak, a hazai versenyeket meg kell nyernie, és a nemzetközi porondon is meg kell méretnie magát. A nehéz edzésmunka és a sok edzésidő ellenére Réka kitart mindkét sportág, a súlyemelés és az erőemelés mellett is. Jól érzékelhető jelenség a fővárosban, hogy egyre kevesebb az ingatlan tulajdonos, egyre több a bérlő. A pecsma.hu információi szerint Pécset még nem érzékelhető ez a tendencia, de ha a kitűzött célnak megfelelően az egyetem megduplázza az itt tanuló külföldi egyetemisták számát, megváltozhat a jelenlegi helyzet. A gondot az jelenti a lap által megkérdezett szakember szerint, hogy kollégiumok várhatóan nem épülnek, a férőhelyek száma sem fog megugrani, a hallgatók száma viszont növekszik. A tulajdonosoknak feladja a leckét, hogy a tehetősebb külföldiek csak a csúcsminőséget választják és fogadják el, nyilván magasabb összegért. Ez leginkább a szigeti városrészre, az orvosi kar környékére lesz jellemző, hiszen a külföldiek száma már most is ott a legnagyobb. Híradónk végén főbb híreink egy-egy mondatban. Pécsben 62 ezer látogatót fogadtak fél év alatt. Negyedik Mecsek Szalon kiállítás, 30 fotó a Tudás Központban. Olimpiára szeretne kijutni Kocsor Réka súlyemelő. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!